Sziasztok! Ebben a videóban a gazdagság titkáról, a gazdagság receptjéről szeretnék nektek néhány szót mondani. Van ugyanis egy ilyen koncepció, ami számomra nagyon sokat segített abban, hogy átlássam, hogy milyen területei is vannak a személyes pénzügyeknek, ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, úgyhogy remélem, hogy számotokra is hasznos lesz. De mit is értünk az alatt, hogy valaki gazdag, mit is értünk gazdagság alatt, ugye ahány ember annyi fél el, valakinek ez nagyon-nagyon sok pénzt jelent, valakinek ez nagyon sok szabadidőt jelent, valakinek ez azt jelenti, hogy azzal foglalkozol, amivel szeretne, tehát kreativitást jelent például. Most maradjunk egy nagyon egyszerű definíciónál, mondjuk azt, hogy most a gazdagság alatt azt értjük, hogyha valakinek elegendő vagyon áll a rendelkezésére, ahhoz, amit, hogy megérje azt az életszínvonalat, amit ő elhatározott, akár mondjuk annak a pénzből, pénznek a hozamaiból meg tudjon élni, tehát elért egy pénzügyi szabadság, egy viszonylag magas fokát. Tekintsük most tehát azt gazdagságnak, hogy valakinek elegendő pénze van ahhoz, hogy megvalósítsa azokat a célokat, amiket kitűzött magának. A gazdaság ilyen szempontból tehát már is látjuk, hogy relatív, valakinek nagyon-nagyon sok pénz kell ahhoz, hogy gazdagnak érezze magát, valaki viszont kevesebből is gazdag tud lenni, úgyhogy ez természetesen relatív. Na de milyennek is képzelünk el ugye egy gazdag embert, hogyha arra gondolunk, hogy valaki gazdag, a legtöbbször az jut eszünkbe róla, hogy nagyon sok pénzt költ, nagy házban lakik, luxus autóval jár, drága ruhákban jár, és gazdag környéken lakik, és szórja a pénzt, bármit megtehet, magánrepülővel jár, helikopterrel jár, és hasonló. Valójában kutatók azt találták Thomas J. Stanleynek a vezetésével, hogy azoknak az embereknek, akiknek dollármillióik vannak a bankszámlájukon, azok egyáltalán nem ilyenek. Valójában azok az emberek költenek ezekre a luxus kiadásokra, akik általában az átlag fölött keresnek, viszonylag jól keresnek, a felső középosztályban tartoznak, ilyen orvosok, ügyvédek, és azt szeretnék mutatni, hogy már pedig ők gazdagok. És arra jöttek rá a kutatók, hogy valójában ezeknek az embereknek a vagyona mögött valójában nagyon gyakran hitel van, és nem pedig megtakarítások, befektetések. És arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy hol vannak a dollármilliómosok? Hogyan költenek a dollármilliómosok? Hogyan bánnak a pénzzel a dollármilliómosok? És kiderült, hogy a dollármilliómosok valójában egyáltalán nem költenek luxus dolgokra, és pont attól dollármilliómosok, hogy a fizetésüknek egy jelentős részét megtakarítják, félreteszik, és abból vagyont építenek, befektetnek. Tehát a gondolkodást érdemes itt elsajátítani, hogy azok az emberek, akik gazdagok, tehát sok pénzük van, azok pont attól gazdagok, és pont attól van sok pénzük, hogy nem verik el a pénzt mindenféle luxus cikkeket. És innen jön a gazdagság titka egyetlen mondatban, ami úgy szól, hogy költs kevesebbet, mint amennyit keresel, és a különbséget azt fektesd be bölcsen. Még egyszer, tehát költs kevesebbet, mint amennyit keresel, és a különbséget fektesd be bölcsen. Ugye a bevételek és a kiadások különbsége fogja meghatározni azt az összeget, amit félre fogsz tudni tenni hó végén. Ha keresel 400 000 forintot, de csak 300 000 forintot költesz el, akkor 100 000 forintot fogsz tudni befektetni, vagy félretenni, megtakarítani, és ugye ez fog menni a befektetéseidbe. És itt rögtön látjuk is, hogy akkor milyen három területe van a pénzügyeknek, a személyes pénzügyeknek, amivel érdemes foglalkozni, és ahogy a blogcikkeimet írom, azok is e köré, a három köré, téma köré szerveződnek. Érdemes lehet egy kicsit ezt az előbbi definíciót, ezt a gazdagság titkát egy kicsit még megcsavarni. Mert mi lenne, ha azt mondanám, hogy ne arra fókuszáljunk, hogy kevesebbet kelljen költeni, hanem fókuszálhatunk arra is, hogy többet keressünk. Tehát szólhat így is akár definíció. Keresd többet, mint amennyit költesz, és a különbséget fektesd be bölcsen. Magyarul, kvázi matematikailag mindegy, hogy a kiadásainkat csökkentjük, vagy a bevételeinket növeljük, a kettő különbsége az így is úgy is nőni fog. Most valakinek, aki már most is jól keres, sokat keres, mondjuk keres 800 ezeret, 1 milliót, 2 milliót havonta, neki alig, hanem egy könnyű megoldás az, hogy egy könnyebb megoldás lehet az, hogy a kiadásaiból visszafogva viszonylag gyorsan el tud kezdeni vagyont építeni. De hogyha valaki átlagosan keres, nem tudom, keres 150-200 ezer forintot havonta, akkor alig, ha tudja annyira leszorítani a kiadásait,
hogy elegendő gyorsasággal tudjon vagyont építeni. Most sokkal inkább valószínűleg a bevételek növelése az, ami meggyorsíthatja a pénzügyi szabadság felé vezető utat. De nagyon fontos azt megérteni, hogy nem való minden mindenkinek. Tehát nem arról van szó, hogy mindenkinek meg kéne növelni a bevételeit, és arra kéne fókuszálni az életét, hogy minél több pénzt keressen. Egy csomó embernek nem való a pénzügyi szabadság, egy csomó embernek nem való az, hogy sokat keressen. És ez egy nagyon nagy adag önismeret jön be, hogyha ezeket a különböző szegmenseit megvizsgáljuk a személyes pénzügyeknek. Valaki szereti azt, hogy nyugis állása van, valaki nem akar karriert építeni, nem fél vállalkozni, nem kockázatvállaló, és neki egy nyugodt, biztonságos élet, ahol a családjával tud lenni, ő teljes mértékben tökéletesen boldog tud lenni egy átlagos keresettel, egy átlagos fizetéssel, akár a postán dolgozva neki ez egy állami életet jelenteni, akkor tök jó, akkor felejtsd el a gazdagságot, akkor felejtsd el a pénzügyi szabadságot, ha te úgy, ahogy most vagy, boldog vagy, és neked ez a célod, akkor nem kell, semmit nem kell az életben, és főleg nem kell a pénzt hajtani, tök jó, ha így boldog tudsz lenni, nem szükséges ezzel foglalkoznod. Ha viszont többet szeretnél, ha szeretnél pénzügyileg szabad lenni, vagyont építeni, sok pénzt, több ingatlant, akár befektetéseket, akkor alig ha nem, érdemes lehet számodra a karrierépítésben és a bevétel növelésben gondolkodni. Ez igazából ez a része itt a pénzügyi szabadságnak, vagy a pénzgyűjtésnek, a gazdagságnak. A bevétel növelés az a karrierről szól, a vállalkozásról szól, vagy a kiadások csökkentése szól az ilyen pénzügyi tudatosságról, a pénzügyeink megtervezéséről, a kiadásaink vezetéséről. Tehát ez az, hogy hogyan menedzseled a pénzt, amit megkeresel. Mennyit keresel, azt hogyan menedzseled, és a kettő különbségéből fog felhalmozódni a vagyonod, és itt megint csak egy adag önismeretre van szükség, hogy neked mibe érdemes befektetni. Nagyon gyakran kérdezitek, hogy én befektessek 3 milliót, 5 milliót, 10 milliót, havi 50 ezeret, havi 100 ezeret. Nagyon nehéz erre konkrét választ adni, hiszen mindenkinek más. Valaki már attól kiugrik az ablakon, hogy 10%-ot esett a részvénypiac. Valaki pedig ezt egyáltalán meg se nézi, nem is jut el hozzá az információ, nem érdekli. Valaki mindenáron fix garantált hozamot akar, valaki pedig úgy van vele, hogy szívesen kockáztat. Valaki rövid távon gondolkozik, valaki hosszú távon gondolkozik, valaki folyamatosan tud félretenni, valaki nem, valakinek ez az összes pénze, valakinek ez csak egy kis része. Ez mindenkinél más és más, tehát meg kell ismerned magadat azzal kapcsolatban, hogy neked milyen a jó befektetés, és ahhoz kapcsolódóan igazodni. Tehát alapvetően három dolgot tudsz csinálni a pénzeddel, amit megkeresel. Egyrésztről elköltheted mindenféle kacatokra, luxuscikkekre, másodjára igazából megtakaríthatod, félreteheted, és hogyha van félretett pénzed, akkor a harmadik az, hogy befektetheted. Az a kérdés, hogy te valóban úgy viselkedsz, és azt csinálod-e a pénzeddel, ami közelebb fog vinni a célodhoz. A legtöbb ember nem tervezi meg az életét, és nem tervezi meg a pénzügyeit sem. Magyarul igazából fogalma sincs arra, hogy mennyit is kéne keresnie, mennyit is kéne költenie, mibe kéne befektetnie ahhoz, hogy elérje azt az életszínvonalat, azt az életcélt, amit ő szeretne. Márpedig, ha nincs rá terved, akkor gyakorlatilag ezeket csak úgy nagyjából érzésből csinálod, és nagyon durva lesz rá eszmélni 15-20 év múlva, hogy hoppá, ezt rosszul csináltam, nincs második esély. És éppen ezért azt javaslom neked, hogy gondold át, nézd magadba nagyon mélyen, hogy neked milyen életszínvonal, milyen kiadás az, ami neked megfelel, amitől te boldog tudsz lenni. És csak azért, mert más fölé megy, más többet költ, mert a szomszéd itt nyaral, meg ott nyaral, vagy a szomszédnak jobb autója van, akkor csak azért te nem kell, hogy többet költs. Tehát gondold át, hogy neked mi az a kiadási szint, amin elégedett tudsz lenni, és ez minél alacsonyabb, ez pedig minél magasabb, annál gyorsabban fogsz tudni vagyont építeni. Gondold át, hogy neked milyen bevételi szint az, ami szerinted most reális, vagy hogyan tudnád növelni a bevételedet, hogy akarod-e növelni a bevételedet, x kiadás mellett mekkora bevételre van szükséged, hogy kellő mennyiségű pénzt tudj befektetni, hogy elérd az életcélod. Ez a te életedről szól. Minden, ami a pénzügyed, az az életednek megtervezéséről szól. Meddig akarsz dolgozni? Hány éves korodig? Mennyi pénzt szeretnél? Milyen életszínvonalat szeretnél? Mennyi szabadidőt szeretnél? Ezek olyan kérdések, amiket meg kell tudnod válaszolni ahhoz, hogy tudatosan éled az életedet. Nem csak pénzügyi szempontból, hanem minden szempontból. Úgyhogy javaslom, hogy gondold át ezt az összefüggést,
csinálj egy tervet, egy pénzügyi tervet, becsüld meg, hogy kb. Melyik évben mennyi pénzt fogsz keresni, mennyi pénzt fogsz költeni, mennyi pénzt fogsz félretenni, becsülj egy hozammal, nem tudom, 5%-os éves hozammal, ne túl nagyja, és nézd meg, hogy mennyi pénzed lesz 20 év múlva. Havi 100 000 forint, az a legtöbb embernek egy óriási összeg, hogy úgy, havi 100 000 forintot félreteszel. Oké, de havi 100 000-et teszel félre, az 1 millió 200 000 egy év alatt. Az 10 év alatt is csak 12 millió forint. Ahhoz, hogy megélj tisztességesen, csak a pénzed hozamából, ahhoz nagyjából ez a 100 millió forint összeg szükséges. 12 millió forintból nem lesz 100 millió, bármilyen okosan is fekteted be. Tehát itt akkor arról van szó, hogy 20-30-40 év, mire összegyűjtesz ekkora összeget. Alig akarod ezt kivárni. Nézd meg, hogy oké, hogyha neked ez a célod, akkor egyszerűen vagy többet kell keresned, vagy kevesebbet kell költened. Nézd szembe a tényekkel. Csináld meg a tervet, nézd meg, hogy hogyan állsz, és hogyha akarsz, ha szeretnél változtatni, akkor változtass. Gondold át az életedet, tervezd meg. Igazából ez a legnagyobb üzenete. És a gazdagság titka is egyben az, hogy ezekkel tisztában legyél. Ez lenne a mai kihívás is, hogy tervezd meg az életedet, tervezd meg a pénzügyedet, legyen egy ilyen idősorod, mikor mennyit fogsz keresni, mennyit fogsz félretenni, és nézd meg, hogy hány évesen fogsz tudni megérni a befektetését hozamából. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, sok sikert kívánok! Hajrá!